munkavállalás szempontjából az iskola milyen szerepet tölthet be, vagy miben segíthet már egész kisgyerekkortól, vagy ugye amíg a tankötelezettség tart. Nagyon fontos kérdés. Tehát nyilván a munkavállalásnak az előszobája az az iskola maga. Tehát eleve az iskola ugye már ad egy olyan szemléletet, struktúrát, rendszert, ami sok szempontból nagyon erőteljes párhuzamba állítható a későbbi munkahelyen, időre kell járni, tekintélyt kell tisztelni, vannak bizonyos szabályok, amiket be kell tartani, teljesíteni kell, formális értékeléseket kapunk, tehát egy nagyon-nagyon sok lehetőséget ad tulajdonképpen az iskola arra, hogy fölkészítsen arra ilyen szempontból is, hogy aztán majd munkavállalók leszünk. Természetesen abból a szempontból is, hogy valamiféle akadémikus tudást ad, de autizmus esetében ad még egy másik nagyon fontos lehetőséget és kihívást is természetesen az iskola, amit úgy szoktunk nevezni, hogy ugye egy autizmus elő gyereknek, amíg iskolába jár, két párhuzamos tantervet kell megtanulnia, meg kell tanulnia azt, amit minden másik gyereknek, írni, olvasni, számolni, meg nem tudom, Mátyás király uralkodásának dátumait, és emellett meg kell tanulnia beilleszkedni, kommunikálni, olvasni az informális szabályokat, barátkozni, önállóan öltözködni, tantermet váltani, és így tovább. Tehát valójában párhuzamosan két dolgot tanul, vagy két óriási tematikát tanul meg egy autizmussal élő gyerek, amelyekre nyilvánvalóan később is nagyon nagy szüksége lesz. Az nagyon lényeges ebből a szempontból, hogy már iskolás korban is, ahogy később a munkavállalás során is, megint csak egy nagyon finom mérlegelést igényel az, hogy ha tudjuk azt, hogy dupla terhelés van ezeken a gyerekeken, akkor milyen magasra tesszük mondjuk például az akadémikus terhelés mércéjét, hogy amellett maradjon idő, energia, kapacitás arra, hogy ezt a rejtett tantervet is közben elsajátítsa egy autizmus élő gyerek, jó esetben természetesen nem egyedül, hanem támogatással. Ugye az a témánk, hogy az iskola hogyan előszobálja, hogyan előkészítője a későbbi felnőtt életnek. Ugye nagyon sok szempontból beszéltünk arról, hogy nyilván tudást kell szerezni, akadémikus tudást, de beszéltünk arról, hogy nagyon jó terep arra, hogy megtanuljon egy gyerek együttműködni a kortársaival, együttműködni azokkal az emberekkel, akik irányítják őt, ugye ebben az esetben a tanárokkal. És hát jó esetben segítséggel, kevésbé jó esetben, többé-kevésbé magára hagyva, megtanulja azt is, hogy hogyan tud beilleszkedni. Hogyan tud beilleszkedni ebbe a közösségbe, hogyan tudja elfogadtatni magát, hogyan tudja valahogy a saját képességeit olyan módon kamatoztatni, hogy azzal mondjuk valamilyen megbecsülést szerezzen, valahogy kompenzálja azokat a nehézségeket, amelyek vannak. Megtanulja azt is, ez nagyon fontos, hogy értékelni fogják azt, amit tesz, hogy a munkájának, az erőfeszítésének valamilyen következményei vannak, meg azt is, hogyha valamiért nem tud beilleszkedni, akkor annak bizony valamilyen negatív következménye is lehet. Mondjuk például az, hogy nem értékelik megfelelően az ő képességeit, de kiemelik mondjuk esetleg a nehézségeit, vagy adott esetben azt, hogy valahogy kiszorul a közösségből, és akár még mondjuk csúfolódás, vagy akár zaklatás áldozata is lesz. Ez azért viszonylag gyakran előfordul. Ami nagyon jól működik, különösen akkor, hogyha ennek van valamilyen szakmai támogatása, az az, hogy a kortársak tudnak segíteni, tudatosan vagy kevéssé tudatosan támogatva, vagy kevésbé támogatva abban, hogy egy autizmus elő gyerek beilleszkedjen a kortárs közösségébe. Ez egy nagyon jó módszer, szerte a világon nagyon sok helyen használják, tehát hogy mondjuk egy kortárs mentor, egy kortárs segítő képes arra, hogy bizonyos nehézségeken átsegítsen autizmussal élő osztálytársát, pattársát, haverját, barátját, segítsen neki abban, hogy milyen témák azok, amikről jó beszélgetni, mik azok a játékok, amiket az adott életkorban a többiek játszanak. Nagyon jól konkretizált, definiált, körülhatárolt feladatokra szoktunk megkérni kortárs segítőket, mert ez működik, és ez lehetőséget teremt egy sokkal magasabb szintű elfogadásra. Van még egy nagyon fontos dolog így az iskola kapcsán, amiről szerintem mindenképp érdemes volna beszélni, hogy hogyan lehet akár az iskolában, akár ugye később a munkavállalásban azokat az érdeklődési köröket bevonni, amik nagyon gyakran ugye autizmusban eléggé elmélyült, részletes, nagyon jófajta tudással is együtt járnak. tudjátok ti is, hogy mondjuk sok olyan gyerekünk van, akit nagyon érdekel egy bizonyos történelmi korszak, adott esetben a közlekedés, térképek, földrajzi helyek, helyzetek, ilyesmi. De még számos más egyéb érdeklődési terület is megjelenhet, mondjuk nagyon jó rajzkészség, kiemelkedő zenei képességek. És ugye mindig fölmerül az, hogy hogyan egyensúlyozunk a kiemelkedő képességek, tehetségek támogatása és az egyébként olyan készségek tanítása között, amik viszont feltétlenül fontosak ahhoz, hogy egyszer az ember túléljen, beilleszkedjen, alkalmazkodjon a hétköznapi dolgokhoz. És még az is nagyon fontos kérdés ebben, hogy mennyire terelgetjük a gyerekeinket abba az irányba, hogy fókuszáljanak erre az érdeklődési területre, annak érdekében, hogy később majd ez mondjuk a munkájuk legyen. Tehát mondjuk klasszikus példa erre a számítógépekkel kapcsolatos érdeklődés, ami sok esetben inkább csak játékra korlátozódik, tehát számítógépes játékok akár nagyon profi használatára, de azért sok esetben egy ennél elmélyültebb informatikai érdeklődésre. Mindig nagyon egyéni mérlegelést igényel az, hogy vajon ez a tehetség olyan-e, amivel később tényleg majd akár pénzt is lehet keresni, vagy inkább olyan, ami nem érdemes ebbe az irányba terelni, hanem inkább a hobbi, a szabadidő, az érdeklődés területén tartani, és egyfajta jutalmazásként, vagy egyfajta pihenésként értelmezni. Azon gondolkozunk, hogy milyen irányba terelgessünk egy autizmus élő gyereket, arra gondolva, hogy később mivel fog foglalkozni, mivel fogja a kenyerét keresni, akkor természetesen támaszkodhatunk arra, sőt azt gondolom, hogy fontos is támaszkodnunk arra, hogy mik azok a dolgok, amik érdeklik. Ez mindenki esetében így van, szívesen foglalkozunk, dolgozunk olyan területen, ami hát érdekel minket, és amit nem ununk, és amiben szeretnénk elmélyülni, ahol fontos, hogy újabb és újabb ismereteket szerezzünk. Ezek az érdeklődések autizmusban általában nagyon intenzívek, sokáig kitartanak, de nem feltétlenül örökre. Tehát lehet, hogy egy autizmus élő kisgyereket most érdekelnek a focisták, és akár jól is focizik, de egyáltalán nem biztos, hogy ez 3 vagy 4 év múlva is így lesz, tehát nem feltétlenül kell arra gondolnunk, hogy mindenképpen focistát, vagy nem tudom én, futballújságírót kell belőle nevelnünk. Az nagyon fontos ezeknél az érdeklődési köröknél, hogy azért viszont érdemes nagyon támogatni őket, mert hiszen ezek azok a területek, ahol sikerélményt lehet átélni, ahol olyan tudást tudnak felmutatni ezek a gyerekek, amelyek mondjuk a többiek elismerését kivívják, és amelyek ellensúlyozzák mondjuk az egyéb területeken jelentkező nehézségeket.